Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök Itthon-Otthon című magazin műsorunkat látják. Mint arról már sokan értesültek, az idei városnapon a Hajdúnánás városáért kitüntető díjat a Hajdúnánási Református Egyházközség, mint közösség kapta dr. Nyakas Miklós kitüntetése mellett. A díjat Gacsáy Gábor vezető lelkipásztor, illetve Dombi Imre gondnok úr vették át. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm most itt körünkben vezető lelkipásztorot, illetve gondnok urat. És hát azt gondolom, hogy ez a mai beszélgetés több ágú lehet, hiszen egyrészt ugye természetesen a megtisztelő kitüntető díj, a Református Egyházközség, aki az elmúlt évtizedek alatt, hiszen nem csak ugye a reformáció éve még mindig tart, de nem csak az ez év alatt végzett munka az, amit azt gondolom, hogy díjazott a képviselőtestület, hanem az az elmúlt évtizedek munkája, az a közösségépítő, gyülekezetépítő, értékteremtő munka, amit az egyházközség közösen végzett. Ugye, és a közelmúltban nagy tiszteletű úrnak volt a 30 éves jubileumi hálaadó Isten tisztelete, gondnok úr pedig közel 30 évi presbiteri szolgálat, benne 14 év gondnoki szolgálat után ez év évvégével nyugalomba vonul, visszavonul, tehát több mindenről beszélhetünk, és azt gondolom, hogy érdemes azt a kezdeti időszakot feleleveníteni, amikor például lelkipásztor úr ide került Hajdúnánásra. Ez 30 éve volt. Hogyan került ön ide, és milyen állapotokat, milyen viszonyokat talált Hajdúnánáson a református egyházközségben? Szeretettel köszöntöm én is a televízió nézőit és a város lakosságát. 1987. júniusában keresett meg engem nagy tiszteletű Szabó Béla lelkipásztor úr, hogy betegségére való tekintettel segítség kellene neki. Házaspárban gondolkoztak, és mivel ő és az én szüleim nagyon régóta ismerték egymást, így jött a meghívás. Én már akkor 9 éve kint voltam Gacsájba, és 7 éve pedig a feleségem, Jánk Majtison, tehát így láttunk el tulajdonképpen nem is 3, hanem 4 gyülekezetet, Gacsájt, Jánk Majtist és Darnói gyülekezetet. 87. júniusában eljöttünk édesanyámmal, Béla bácsi elmondta, hogy mire lenne szükség, elmondta a gyülekezet helyzetét, és várta a választ. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy úgy volt, hogy hamarabb jövünk. De ebből december 1-e lett, mert hát az akkori hatalmas, idézőjelben mondom hatalmas, mert ezek a hatalmak előbb-utóbb ledőlnek. Államegyházügyi hivatal, ami állam volt az államban, az nem nagyon örült annak, hogy én ide jövök. Ennek a háttere, vagy ide jövünk feleségemmel, mint házaspár. Ennek pedig a háttere az, hogy édesapám 77 decemberében Derecskére került, én pedig a helyére. És hát Derecske közel volt Debrecenhez, és az államegyházügyi hivatal megpróbálta beszervezni őt. És ez nem ment. Édesapám egy csendes, de annál határozottabb volt. Nem tudták semmivel megvenni, megfogni. És így azt mondták, hát elég egy Gacsáji Hajdú-Bihar megyébe. Tehát egyébként lelkész családból származik. Igen, én lelkész családból származom. Az én nagyapám a szatmárnémeti Kiskolcson volt 43 évig lelkipásztor. Ebből 5 év levonandó, amikor feleségével együtt kitelepítették őt. Édesapám szatmárnémetibe érettségizett, Debrecenbe végezte az egyetemet, és amikor lezárult a határ, ő itt maradt a nagybátyánál, nagybátyainál, és természetesen ugye jött a szerelem, házasság, és elvette édesanyámat, aki viszont pedagógus családból származik, szabolcsi pedagógus családból, Tiszakerecseny, tehát így a lelkészi vonal
és a tanítói vonal összeért a nevelő, tehát a kétfajta nevelés, de azt hiszem, hogy nagyon szoros egységet tudnak alkotni, ha Isten és ember is úgy akarja. No, tehát akkor ide érkezett 87, mondjuk akkor decemberben. Igen, december első napjaiban, igen. Ide jönni. És hát aztán gondolom, akkor még megismerkedett a várossal. De gondnok úr, és majdhogy nem ebben az időben kezdte a presbiteri munkáját. Azt hiszem, hogy nagy múltú a Hajdunánási Református Egyház presbiteri gyülekezete, azt gondolom, hogy fontos emberek voltak mindig benne, főként a régi időben meghatározó városvezetésében, intézményvezetők, és hát neves emberek voltak ebben a presbitériumban. Abban az időben, amikor ön már ide került, milyen volt az összetétel a presbitériumban? Igen, hát amint tetszett említeni, én is szeretettel üdvözlöm előző mondatommal a nánás lakosságát és a tévénézőket. Tehát valahol igaz, hogy ugye a város és az egyház valamikor ugye szerves egységben működött, és hát a városi tisztviselők, a jógazda emberek, azok, akik igazi példát tudtak mutatni, úgy az egyház vonalán, mint a város gazdálkodás vonalán, értem itt a mezőgazdálkodás vonalán, ők ugye alkották a presbitériumot. Visszatérve oda, hogy ugye amikor engem megválasztott a gyülekezet gondnoknak, ugye 89-90-es évek fordulóján, ez egy tisztújítás volt, akkor sokan lemondtak, ki lett bővítve a presbitérium létszáma, és hát néhány fiatal ember így bekerültünk a presbitériumba, és vittük azokkal a nagy öregekkel, akik igazán elkötelezettek voltak a nehéz időben is az egyház iránt. Azokkal a presbiterekkel vittük tovább aztán addig, ameddig a dolgok alakultak. Ugye ez az időszak volt már itt, hogy nagyjából a rendszerváltás előtti évek, sok minden forrongott már az időtájban. Nagy tiszteletű úr, hogyan találta meg a hangot, hogyan tudott együttműködni, tehát tudtak kedves feleségével együtt, Isten nyugosztalja, akivel hát ugye ezt a nagy munkát akkor még ketten látták el, hát azóta már lényegesen bővült a létszám. Igen, hát ugye négy kisgyülekezet után fel kellett mérni azt, hogy milyen egy 18 ezres kisváros. Béla bácsi ebben nagy segítségemre volt, hiszen ugye csak gyülekezeti hitoktatás volt. Iskolai hitoktatás ugye az majd 90 után jött be, és nagyon sok családot látogatott presbiterekhez, és akkor mentem én is, találkozgattam presbiterekkel, megismertem őket, és megmondom őszintén, az első kérdésem az volt, hogy ugye 87-88, mennyi gyereket lehet itt összeszedni, Béla bácsi, mennyit enged a nagyhírű rendszer? Amiről egyébként én már éreztem 8-10 évvel azelőtt egy professzorommal beszélgetve, hogy mondom, ez 8-10 év múlva össze fog borulni. Ő nem hitte elő, tapasztalta volt, bölcse volt, zárójel bezárva, meg is történt, és azt mondja, hát 200 főt össze lehet szedni. És akkor megindult a gyermekmunka, a karácsonyi alkalmak, félelem volt a szülőkbe. Állítólag még onnan a templom mellőli négy emeletesekből is nézték, hogy kik jönnek, meg hányan jönnek azokra a karácsonyi gyermek istentiszteletekre, illetve gyermek karácsonyokra, akik ott voltak. Én ezt bizonyítani nem tudom, szívük, lelkük rajta. És amikor 91-ben kijött a törvény, ingatlan visszaigénylés, illetve mehetünk az iskolákba hitoktatást végezni, na akkor teljes erővel a feleségemmel együtt. És bizony, hát 93-94-ben már 450 gyermek járt hitoktatásra. Tehát ez nagyon sok. A presbitérium hogyan tudta? Akkor még azért ezek szerint volt egy kis hezitálás, merjenek, nem merjenek a szülők. Már így utólag visszagondolva igazából olyan hihetetlennek tűnik, hogy
hogy még abban az időben is esetleg vigyázó szemek pásztázták a templom ajtót. Hogyan tudta a presbitérium segíteni ezt a munkát? Hát most így utólag visszagondolva, egyszerűen nem, például bennem semmiféle félelem nem volt. A nagy szabadság lehet, hogy hozta ezt is magával, hogy most már szabad. Ugye megkezdtem a cserkészetet szervezni, a kereszténydemokrata néppártot szervezni, az említett Szabó Béla tiszteletes órral. Tehát egy olyan lelkesedés vett rajtunk erőt, ha szabad ezt a szót használnom, hogy úgy nem is különösebben foglalkoztunk azzal, hogy más mit mond meg, hogy itt hogy mennek a dolgok a háttérbe. Aztán ez kicsúcsosodott akkor, amikor ugye a ingatlanok visszaigénylése volt. Bátran mentünk, szedtük össze, ugye nekem nagy helyismeretem van, hogy mi volt az egyházé. Ugye ebbe volt olyan, csak zárójelbe egy mondat, amit ugye megvásárolt a város abba az időbe, tehát azokat természetesen nem lehetett, gondolok az apostolféle, apostolelek, tiszteletes úrféle ingatlanra, stb., de erre nem akarok kitérni. Tehát mentünk, szedtük össze, és akkor hát megszületett, ami megszületett. Ugye azt mindig éreztük, hogy a háttérben mozognak az erők, gáncsolják a munkánkat, akadályozzák, ahol csak lehet, de tiszteletére, becsületére mondva azoknak a kis öreg presbitereknek, hogy azért ők is bizonyos fokig átlátták, ha lehet, hogy bennük még talán több volt a félelem, átlátták, hogy ez a fejlődés útja, és ezt csinálni kell, és mellénk álltak. Azt gondolom, hogy mérföldkő volt, ugye itt már nagytisztelt úr említette, az oktatás, illetve az ingatlanok visszaadása, illetve hát az oktatás, tehát az egyházi oktatás helyi megindításának a lehetősége, ugye, tehát ugye itt az úgymond zárójeles iskola ügy, ami azért meglehetősen nagy hullámokat vetett, tehát volt azért itt szülői tiltakozástól kezdve nagyon sok minden. Én azt gondolom, hogy ebben önnek is nagyon nagy szerepe volt, de ön, mint ugye, gondolom együtt dolgozták, hát persze, hogy együtt dolgozták ki mindazt a stratégiát, tervet, hogy hogyan is lehet mindezt megcsinálni. Hiszen azért itt a volt óvodában, a Dorogi utca sarkán kezdtek nagyon kicsi létszámmal, de csak csinálták tovább. Az emlékek igen. Mit szabad mutatnak? Még visszamenni odáig, hogy 90-ben ugye sikerült vallásos csoportot alakítani két óvodába, dr. I. és Imréné, aztán dr. úrnak a felesége, Imre Jánosné, Feketéné Nagy Éva, ebben nagy-nagy segítségemre voltak. Tudnék, az én koncepcióm, amikor egy másfél-két év után az volt, hogy óvoda, általános iskola és gimnázium. És akkor alulról kezdjünk el építkezni. Még mindig emlegetik azt, amikor egyszer megálltam a akkori kettes iskola előtt, és mondom, milyen szép épület, ez mi volt iskola, hát kié volt ez az iskola, az egyház, és akkor én mondtam, hát ha azé volt, akkor azé is lesz. De én az óvodában gondolkodtam először, valóban ezek a kedves óvónők nagy szeretettel tartották az órákat, úgy annyira, hogy Berekfürdőn 3 éven keresztül, egyébként 2-szer tavasszal és ősszel szerveztem 3-4 napos továbbképzést. Szegedtől, Záhonyig, Soprontól jöttek az óvónők, és egy olyan 60-70-en voltunk. Erre anyagot készítettünk, erről készült egy kis könyv is egyébként, egy útmutató, egy segédanyag, azt először stencilezve, illetve fénymásolva adtuk, aztán megjelent könyvbe. Tehát az én elképzelésem hajdunánás szempontjából ez volt, hogy azt mondták, hogy ez református város volt. Hát mondom, akkor csak még élnek itt reformátusok, akkor meg kell keresni őket, a félelmet valahogy enyhíteni. A félelemmel kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy a
A szeretet az kiűzi a félelmet. Tehát ahol szeretet van, ott nincs félelem. Én ezt mind szeretetből csináltam. És én ezért nem féltem. Hadd mondjam el, nevet nem akarok mondani, mert még él az igazgató úr. Egy külső iskola volt, elmentem, és mielőtt már bejött a törvény, hogy hitoktatást végezhetünk, én már előtte elkezdtem az óvodába is, bemehettem, és az iskolákba is. És az egyik iskolába mentem, kedvesen fogadott az igazgató úr. Hát mondom, igazgató úr, én azért jöttem, mert szeretnék hitoktatást tartani itt az iskolában. Hát azt mondja, hol van a törvény? Hát mondom, jövőre kijön a törvény. Tudjuk, de hát már kezdjünk hozzá hamarabb, úgyhogy 5 perc alatt vége volt a beszélgetésünknek, de a benti iskolákban ott a igazgatók mind szeretettel fogadtak, és hát nyilván mondták, ha annyi gyermeket össze tud szedni a tiszteltes úr, akkor csinálja. Egyébként hadd mondjam el, ez az óvónőknek szervezett konferenciák Berekfürdőn, ez mindig úgy volt, hogy péntek, szombat, vasárnap. Ez a legelső volt az országban. Senki nem csinált ilyet. A mi óvónőinkkel kezdtük el először. Tehát azért akkor ez nagyon jelentős nagyon. Volt. Annál is inkább, mert hogyha senki nem csinálta, tehát akkor úttörő volt. Tehát teljes mértékben. A módszertani anyagok meg teljes minden. Teljes módszertani hát anyagok. Erre is igen, azt lektoráltattuk, átnézett. Az egyházközség, és hát ugye azok az oktatónevelő, óvónők, pedagógusok, tanítók. De hát azt gondolom, hogy a presbitérium is megvívta a maga harcát, nem is kevés eredménnyel, úgyhogy milyen emlékek maradnak? Most már azért elég régen volt. Gondolom már, hogy kicsit koptak is az élek, de azért még vannak. Talán azért nem koptak el, mert a fiatalságunk van történt ez a dolog, de azért méltatlan dolog lenne, hogyha Vad Andrásról nem ejtenék néhány így szót. Így van, tehát vele kezdődött az mert egész. Mert ugye vele kezdődött, ő igazi harcosa volt az iskolának az ingatlan visszaigénylések kezdeténél, tehát neki ott nagyon sok munkája, lelkesedéssel fogott hozzá ehhez a dologhoz, de egy rövid gondolatot hadd mondjak el, amit ugye a 30 éves tiszteletes úrnak a presbitériummal is volt egy kis összejövetele egy vacsorával, és ugye hát ott mondtam el a presbiter társaimnak, hogy na emlékezzünk csak vissza, hogy ugye felépített a város egy új iskolát, azért, hogy a református iskolát tönkre tegye. Utána bezárt egy iskolát, és ez mentette meg az egyház iskolát, mert meg kell mondani őszintén, hogy akkor már annyira tudtak hatni a szülőkre, hogy ugye egyszerűen a működésképtelenség határára jutottunk azért, mert ugye nem volt megfelelő gyereklétszám. Nem volt ugye, ha gyereklétszám, nincs normatíva, stb. Ja, nincs támogatás, tehát akkor egész egyszerűen igen, működésképtelen. És a négyes iskola akkor, a Nánás Jolá Mihály iskola, hogy bezárásra került, az mentette meg a református iskolát. Oda került ugye Martéva igazgatóasszonynak, aki ugye odaszánt életű, és hát igazán nagy lelkesedéssel fogtunk, mondhatom azt, ne tűnjön szerénytelenségnek, hogy ugye fogtunk neki ennek az iskolának, hát természetesen a lelkészházaspár, de ott voltam én is, és hát bátorítottam, segítettem Évát, gyerünk, csináljuk, mivel tudnánk egy kicsit másképpen csinálni. És mi lett az iskolában? Mondhatom talán ezt is szerénytelenség nélkül. Így van, tehát a kitartó munka az meghozta, ha nem is azonnal és rögtön, de lépésről lépésre fokozatosan tudták kialakítani. Én emlékszem, nagyon sok pályázatot nyert például annak idején az iskola, és így tudtak bővülni. Ugye most 30 év, 27 év, tehát rengeteg munka volt ebben az időszakban, de hát ugye itt volt a reformáció éve, ugye ez az esztendő, amikor azt mondom, hogy megkoronázódott mindez a több évtizedes munka. Hiszen itt most olyan létesítmények is létrejöttek, alakultak,
kormányzati segítséggel is, amelyek azt hiszem, hogy már túlnőtték az egyház község kereteit, hiszen ezek már mind, a többi is, de azért ezek kifejezetten városi, várost is gyarapító. Hát az előzőek is, de ez különösen ez a két intézmény, meg még sok minden más egyéb. Igen, még talán csak annyit, hogy természetesen ugye annak idején gondnok úr, Vad András gondnok úr nagy hévvel állt az iskola mellett, és tényleg nagy szeretettel, de ez a presbitérium minden tagjára is igaz volt. Hát nekünk kellett vinni nyilván a prímet, de azért tudtuk azokat a nehéz időszakokat átélni, mert egységes volt a presbitérium. Még akkor is, hogyha az akkori polgármester azt mondta nekem, hogy tudod, úgyis tudom, hogy mi van a presbiteri gyűlésen. A következőt mondtam neki, semmi titok nincs a presbiteri gyűlése, mert mindent az itt lévő gyerekekért és a városért végzünk. No, innen aztán ugye tovább menve az iskola, óvoda, és ugye most már hála Istennek a gimnázium fenntartói is mi vagyunk. Tehát megvalósult az óvoda. Igen, tehát ez az álom megvalósult. Elképzelés. Talán egy bibliai igét szabad mondanom, azt mondja, hogy akik sírva vetnek, azok majd örömmel aratnak. És tulajdonképpen nincs még itt az aratás ideje, de már ezt látjuk. Fiatal kollégáknak szoktam mondani, akik néha-néha belekeserednek a mindennapi munkába, hogy tudjátok, áldozathozatal nélkül nincs áldás. Először a nagy péntek volt, Krisztus keresztre feszítették, töviskoszorú, megverettetés, kigúnyolás, stb. Majd utána jön a feltámadás. Majd sokszor szeretnék megcserélni, nem megy. És mondom, olyan ezt tudjátok, mint a fotocellás ajtó. Addig az egy méterig nekünk kell elmenni. És ugye az előbb említette főszerkesztő asszony, hogy a kitartás és a munka valóban. És ha oda elérek az egymét, akkor majd kinyílik az a fotocellás ajtó. És bizony, itt a környékünkön hát nagyon sok hajdúvárosnak nem sikerült iskolát indítani. Akkor nem is mertek, akkor mi voltunk a negatív példa, jaj, ne kedjetek hozzá, mert úgy jártok, mint Gacsái Gabi, az egész város lemossa őket, stb. De nyilván mi nem állhattunk meg. Négy helyre hívtak akkor bennünket, ez 1994 őszén volt, novemberében, amikor főtiszteletű dr. Hegedűs Lóránt püspök úr, a zsinat lelkészi elnöke lejött és tárgyalt az önkormányzattal, és ott egyesek azt kérték, hogy most már szabad erről beszélni, hogy vigye az egyház innen ezt a házaspárt. És mi tartotta önöket itt? Igen, mondom. Azért nem mentünk se Szoboszlóra, se Hajdúböszörményre, se Fótra a lelkipásztornak, mert azt mondtam, hogy addig én innen nem megyek el, ha jó Isten erőt ad, ameddig itt iskola nem lesz. És hogyha ide jön egy új, fiatal lelkipásztor, azok az emberek voltak annyira rafináltak és hatalommal bírók, hogy kicsavarták volna az egyház kezéből még az általános iskolát is. Ezért nem mentünk el. Én azért már valamennyire 6-7 év távlatából ismertem a háttereket. Tudtam, ki irányítja a várost, és ki irányítja a várost hátulról. Ki az a kisúg? Nem titok, ez az Úristen előtt úgyis ki fog derülni mindannyiunkról. És azt mondtam, addig nem megyünk el, ameddig ez meg nem történik, utána pedig nyilván maradni kellett, mert építkezni kellett, de erre mondja az ige, nem vagyunk a meghátrálásnak az emberei, hogy elveszünk, hanem az Istené, hogy győzzünk. És azt az ügyet, amit ránk bízott, azt igenis győzelemre vinni, ha ő is, és az a közösség is úgy akarja. Itt csak az időt kellett bevárni. Igen, most eszembe jutott Illyés Gyulának a reformáció genfi emlékművel előtt, hogy azt írja egy helyét, hogy a langyosokat az Isten kiköpi. Így van, pontosan. A presbitériumban mindenki ennyire kitartó volt az elképzelések mellett? Mondom. Igen,
Igen, ezt mondhatom. Tehát egy olyan vetületet azért hagy hozzak, hogy ugye például most az iskolától egy kicsit elvonatkoztatva az idősek otthonát, amikor elkezdtük építeni. Tehát azok a kisöregek a presbitériumban, akik ugye abban a nehéz időkben, 50-es években éltek, hogy majd, ha meg lesz a pénz, tiszteletes úr, majd akkor építkezzünk, majd, ha meg lesz a tehetség, stb. És azért hál' Istennek, hogy a presbitériumnak az összetétele akkor olyan volt, hogy volt egy nagyon öreg garnitúra, ha szabad ezt a szót használnom, és voltunk vagy 5-6-an, akik fiatal emberek voltunk, és azért görgettük ezt a dolgot, és mondtuk, hogy nem, hanem ebben most már, hogyha ugye jön a lehetőség, a pályázat, egyéb, hogy akkor ezt menjünk, csak csináljuk, és ugye hát tiszteletes úr, a motorja volt ennek, hogy igen, menjünk, vegyük fel a hitelt, és hát megépült ugye a nagyon szép idősek otthona, majd ugye a későbbiek folyamán egy néhány év múlva már az én gondnokságom alatt ugye a tetőteret beépítettük, és hát most 80 körül van már, akiket ott ellátnak szeretettel, úgyhogy tehát kellett a Jóisten az útat mindig egyengeti előttünk, csak észre kell venni, hogy hol van az út kiegyengetve, és a presbitérium előtt itt volt kiegyengetve az út, hogy ez a fiatalos maga, ki gyakorlatilag tiszteletes óra, mondhatom azt, hogy egy idős, vagy kicsit korosabb néhány évvel, de az a korosztály, és hát nagyon szépen haladtunk. Hát most így ezt elmondva, hogy nagyon ez szépen... Ez ilyen nagyon simának tűnik, de hát nagyon, sem volt nagyon simának tűnik, de hát itt még egy dolgot ugye, hogy hát visszagondolva erre 30 évre, hogy mennyi jót adott nekünk az Isten, hogy ezen elgondolkodni, hogy egyiket fűzte a másikba, és amikor úgy gondoltuk, hogy most már olyan nagyon sok mindent adott, akkor ugye például a tornaterem megépült, és akkor adta, hogy na akkor újítsátok meg a iskolának a héjazatát, és akkor megújult az is, a tornateremmel együtt. Tehát mindig azt kellett érezni, hogy adott, de még mindig azon felül is adott. Mindezek elvégzéséhez, hiszen azért, hogy a kezdetben voltak önök ketten, meg volt a presbitérium. Tehát azért ennek a fejlődésnek volt egy olyan háttere, és tehát olyan szervezeti háttere, akik már mindezeket, úgymond egyház irányítás, meg mindenféle fajta szervezeti munkát el kellett tudni végezni. Tehát én azt gondolom, hogy azért az egyházközségen belül is álláshelyek jöttek létre, akik dolgoznak, akik végzik mindazokat, hát ugyanolyan munka az, pályázatírás, pályázatkezelés és hasonló dolgok, mint a bármelyik önkormányzati hivatalban vagy intézményben. Hová tudott fejlődni e tekintetben, tehát szervezeti felépítés tekintetében az egyház? Igen. Még talán itt szabad annyit megmondani, hogy amettől kedve Szabóni Márt Éva átvette az igazgatóságot, ugye az előtte levő igazgatónőnek is köszönjük innen is a segítségét, és hát ugye Fehér Imre bácsival kezdődött. És az azért, hát bocsánat, nem merte senki vállalni. Imre bácsi vállalta. És a tanítónünk, aki nyugdíjas Vargala volt. Vargala Jósné Eszter. Igen, most még csak az első osztály, még a PEU. Utána igazgató Vargala Jósné lett, igen, de aki az első osztályunkat tanította, Stefán Lajosné. Szóval azért ne felejtsük el, telefonon őt is megfenyegették. Telefonjainkat lehallgatták. Hát ezt tudtuk.
de ők is vállalták, tehát Imre bácsi, Stefán Lajosné, Érinke néni elindult, utána jött ugye Varga Lajosné, utána jött Éva igazgatónő, és ő olyan hittel, lelkesedéssel és szakmai tudással tette rendbe a dolgokat, hogy az nagyon sokat jelentett. Tehát én már a szervezetről van szó, mert először ugye az volt az általános iskolánk, tudtam és éreztem, hogy mind szakmailag, mind lelkileg az általános iskola jó kezekben van. És aztán lehet, hogy az Úristen adta aztán később, hogy 2001-2002 az idősek otthona, ott ugye már felnőttebb fejjel nekem kellett elvégezni a megfelelő iskolákat, hogy annak az intézménynek a vezetője legyek. Ez is természetesen a presbitérium jóváhagyásával, hiszen nem szerettük volna, hogyha úgy jár a idősek otthona, mint a iskolánál, ahol volt ott egy megbicsaklás. Aztán jött a tetőtérbeépítés, akkor 2011-ben az óvoda, 2015-ben a gimnázium, és még akkor 2011-ben a gondozási központ. Na most ezt valóban szervezetileg is össze kell fogni, mindig kell egy úttörőnek lenni, aki elől megy, hát ez jelen esetben ugye a lelkipásztor, a vezető lelkipásztor, hiszen ezért van ugye ez a titulus is, hogy vezető lelkipásztor, de ha a megfelelő helyeken a megfelelő emberek vannak, még akkor is, ha a presbitériumban nincsenek, most már lesznek szakképzett tanarok, tanárnők, tanárurak is együtt a presbitériummal, addig én teljes mértékben megbíztam az intézmény vezetőkbe. És ők szépen beszámoltak, hát ugye nem telik el olyan hét, hogy ne találkozzak, vagy nem találkoztam velük. Aztán jöttek a pályázatok, erre egy debreceni céget fogadtunk meg, és én már harmadik, negyedik pályázatunkat nyerjük ebben. Természetesen itt a fő szerepet megint mi visszük. 8 évvel ezelőtt ugye ide került Kocsis Áron lelkipásztor testvérem, ő is nagyon sok munkát vett le az egyházi részről. Akkor most már 5 éve Polcs Mária, ő megint levett egy nagy részt, aztán ugye a feleségem betegsége után ő a kantorizálást és a szolgálatokat is átvette, és a városban lévő iskolák, önkormányzat, illetve most már állami iskolák hitoktatását, és ott is van még plusz 2 hitoktatónk. Ugye ezeknek minden hónapban gyűlést tartok, megbeszéljük a dolgokat, a problémákat beosztjuk, hogy ki, hogy szolgál, hétközben pedig természetesen találkozunk. Tehát ez egy állandó szervezés tulajdonképpen, de én azt hiszem mindenki alázatosan, szeretettel végzi a munkáját, hiszen ezt nem is lehet szeretet nélkül végezni, mert akkor már én is légen bedobtam volna törölközőt. Még csak annyit, hogy annak idején még egyházi felettesek is figyelmeztettek, hogy na hát mind a mellett, akik sokan kiálltak mellettünk, és kollégák is mondták, hogy miért nem hagyod azt az iskolát a városnak. Most a kettes számú, volt kettes számú általános iskoláról beszélünk. Az bocsánat. Első az úttörő. Igen. Mondta, együtt kezdtük 95-ben egyébként Hajdúböszörménye, csak hát ők sokkal könnyebb önkormányzati háttérrel. És mondom, ide figyeljetek, lemondunk az iskoláról, kapunk érte 200 millió forintot. Mit csináljuk? Aranyozzuk be a templomunk ajtaját? Vagy az ablakait? Nem. Az egyház gyülekezeteiben él. Az egyháznak kellenek a gyermekek, óvodások, általános iskolások, gimnazisták, ifjak, és ugye ezt tetőzi be, kicsin óvodáskortól egészen időskorig az idősek otthona. És nekem a Jóisten ezt a látást adta, hogy ezt csináljam végig, és ne adjam fel, ne hagyjam abba. Még akkor sem, amikor ugye, hát abban a nehéz időben azért nem egy este ki kellett nekem is mennie, és futottam körbe az akkori kettes számú iskola sportpályáját, hogy fizikailag is bírjam azért ezt, mert az azért nem volt könnyű. Tehát a város lakossága ugye kezdetben elég erős tiltakozás volt.
És ahogy jöttek az eredmények, gondolja nagy tisztelt úr, hogy az eredmények valahogy megmutatták az embereknek, hogy mégis van létjoga ennek az intézménynek, illetve ennek a fajta oktatási rendszernek. Végül is vegyük azt, hogy óvoda, általános iskola, középiskola, tehát végül is végigviszi azt a nagyon fontos alapéletszakaszokat, amiben megalapozódnak a gyerekeknek a értékei, erkölcsi rendje, hitélete és hasonló dolgok. Teljes mértékben így van, ahogy Zsuzsa kedves mondja, és ezt érezhették meg az emberek is itt a hajdúságban. Ugye mondják, hogy a hajdúsági ember zárkózottabb. Valóban zárkózottabb, hiszen én 31-nehány esztendőt Szatmárba éltem. A szatmári ember közvetlenebb. Hát felnéztek a lelkipásztorra, mi idejöttünk, aztán kezdődött az iskolaügy, és szegény feleségem jött a piacról, és azt mondja, hogy hát még vannak, akik a fejüket is elfordítják. Mondom, ne törődj vele, ne foglalkozz vele, mi a mi dolgunkat csináljuk. Aztán visszajött az iskola, akkor meg már mindenki köszönt. Akkor jött az idősek otthona, akkor is ugye a köszönő is. Következőt mondtam neki. Azt se hidd el, ha rossz szemmel néznek, meg azt se, hogyha jó szemmel néznek rád. Mert mi nem ezen emberek felé tartozunk elszámolással, hanem az Úristen felé. És egy időnek el kell tenni, és rájönnek, hogy ez a házaspár rosszat nem akart ennek a városnak. Gondnok úr, mint aki törzsgyökeres hajdunánási, és benne élt, bele született, benne élt, él ebben a zárkózott világban. Így látja ön is? Vagy van benne valami, de azért nem teljesen. Igen. Vagy csak a kívülálló látja. Alapvetően igen, de itt nagy felelősség terheli azt az akkori városvezetést, akitől én is sokat szenvedtem, de erre egy szót sem akarok vesztegetni. Tehát visszatérek oda, hogy óriási módon tudott hatni a város lakosságára. És hát ugye intézményeken, egyebeken keresztül ezt sem akarom különösebben részletezni, aki benne élt, az tudja, hogy mit mondok. És hát ugye elment odáig, hogy például városházi dolgozó legalább 15-ször beszélt velem, hogy ő feltétlen odahozza a gyereket, mert olyan sok jót hall a református iskoláról. És akkor, amikor oda került a sor, csak nem merte odahozni. Elvitte az állami iskola, vagy önkormányzati iskolába. Tehát a belső félelem is motivált. A belső korlátok, mert lehet, hogy talán igen. Nem is mondták, de a belső korlátok, igen, azok igen, tudnak működni rendesen. Igen, és hát ugye el tudták híresztelni azt, amit el tudtak a református iskoláról, hogy milyen gyerekek járnak oda, szellemi fogyatékos, stb. És hát akkor, amikor ugye Martéva átvette ezt a dolgot, és ugye látták, hogy a szakmai eredmények is nagyon komolyan jönnek, ilyen-olyan versenyeket nyertek, városbált rendeztek, már keresztjénbált rendeztek, stb. Akkor úgy ugye besegített, amit már korábban említettem, a Nánás Oláh Mihály iskolának a megszűnése, és akkor szinte egyik évről a másikra lett egy nagy áttörés. De én a törést a presbitériumban soha nem tapasztaltam, tehát a presbitérium az egységes és töretlen volt. Tehát ott nem volt olyan, hogy félelem vagy ott mindig keményen a Vad András idejében is, az én időmben is keményen kiálltunk, ugye nagyon szép rendezvényeket hoztunk létre, ugye Buckó Jóska segítségével, és hát azt mondhatom, hogy töretlenül ment ez a dolog előre, ha még úgy a város szemében ez nem is tűnt úgy esetleg, hogy ez ilyen töretlen, és hát én nagyon sajnálom azt, hogy nem látta azt át a város lakossága, hogy ez nem
kifejezetten az egyház ügye, mert az az iskola, az a tornaterem, az az idősek otthona, az mind a város gyarapítja, a városé. Hát nem a miénk, igaz, hogy mi üzemeltetjük, de a városé, legfőképpen pedig az Úristené, de ez most csak közbevetőleg mondom, tehát ez a városé, a városba marad a tornaterem, a gimnázium, az iskola, és az itt lakó emberek húzzák a hasznát, mert ott tud dolgozni, szeretetbe tud dolgozni. Hát az iskola közössége is, amikor én ott megjelenek, hát én ott csak azt látom, hogy mindenki el van telve a szeretettel, egymás iránti megbecsüléssel, és hát kell ennél több egy munkahelyen, szerintem. Nagyon sok szót ejtettünk ugye itt főként ugye az oktatásról, az intézményrendszerről, de hát azért van ennek az egyháznak egy szeretetszolgálata, egy diakóniai szolgálata, ami azt gondolom, hogy szintén nagyon jelentős, és talán ők azok, akik mondjuk a város lakossága körében még inkább tudják terjeszteni mindazokat a szép és jó dolgokat, ami az egyház kebelén belül történik, hiszen személyes, jó kapcsolatban vannak emberekkel, akikhez elmennek, vagy éppen meghívják őket egy-egy szeretett vendégségre. Karácsony közeledik, ugye ilyenkor is mindig szoktak szeretett vendégséget tartani, kis csomagokat készíteni, és hasonlókat. Főként ugye a Nőszövetség, de hát van sok más egyéb ágoboga is ennek a szolgálatnak. Igen, hát ugye a Nőszövetségünk az egy külön fejezetet érdemelne, de valóban nagyon aktívan működik, és hogyha csak a legutóbbi eseményeket említem, hogy az elmúlt években voltak a szeretett vendégségek, és tavaly előtt azt gondoltuk Gondok úrral, hogy sajnos ugye sokan kihaltak, vagy nem tudtak eljönni. Éppen ezért csomagot küldünk nekik. A tegnapi nap folyamán 130 ilyen csomag ment ki. Ezek a 80 éven felüli gyülekezeti tagjaink, és 200 darab ebédjegyet adtunk ki. Ez teljesen mindegy, egyházi, nem egyházi, katolikus, református, ateista. 200 jegyet adtunk ki a városba, és 200 adag ételt adtunk át tegnap 11-től fél egyig, elkészítve, aki hozta a jegyet, kapta, vitt át, családsegítőnek is tudtunk ebből adni, és azok az emberek is nagyon-nagyon szépen köszönték. Volt, aki félve jött oda, szegény, mondom, itt van, jöjjön, csak itt van a jegy. Ugye a jegy azért kellett, ezt nem megvenni kellett a jegyet, hanem ahol meghívtuk őket, hogy hol lesz ez és miért adjuk, és áldott ünnepeket kívántunk, de ebben, és itt a következő lépcső nagy segítségünkre volt most már nem csak a presbitérium, hanem a gyülekezet. Hiszen kértem a pedagógusainkat is, dolgozóinkat is, akiknek az utcájában olyanok vannak, akiket nem sértünk meg, és elfogadják ezt az adventi, harmadik vasárnapi ebédet egy kis cukorkával együtt, azokat mérjék fel, jöjjék és jöjjenek, mondják és szeretettel adjuk. Ez egyébként a következő Istentől kapott látásom, hogy most már a falak állnak, a gyülekezetet kell még jobban építeni, de hogy a gyülekezetet tudjuk építeni, ezt most már mi négy lelkész nem tudjuk, se a presbitérium, hanem együtt, a gyülekezettel együtt, éppen ezért egy jó két hónap, hát augusztus óta dolgozgatok azon, és január közepére lesz kész egy céltudatos gyülekezetépítés Hajdonállás városában. Sokat tudnánk azt hiszem még az elmúlt három évtizedről beszélgetni, de hát a műsoridőnk meg véges. Így a beszélgetésük vége felé, ha meg kellene nagyon röviden fogalmazni, nagy tiszteletű úr, hogyan tekint ön vissza az elmúlt 30 évre, és hát ugye itt karácsony előtt is vagyunk néhány nappal most már, az eljövendőt hogy tudja megfogalmazni, és ugyanez a kérdés szól majd önnek is, Gondok úr. Mindenféleképpen háladással tekintek vissza a 30 esztendőre. Presbiteri gyűlésünkön is ezen a ünnepi vacsorán azt mondtam, hogy ha újra kezdhetném, akkor is ezt csinálnám végig. Nagyon sok mindenre megtanított engem is az Úristen a 30 esztendő alatt, alázatosabbá is tett, elfogadóbbá is tett azok felé, az emberek felé, akik nem teljesen közel vannak az egyházhoz, hiszen közel az könnyű azokat szeretni, akik titeket szeretnek, mondja Jézus Krisztus.
és a római levélből hadd idézzem azt, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra, üdvösségükre munkálkodik, még a nehézségek is. Hiszen hogyan váltatik meg az ember a Golgotai kereszt által? És a másik kedves igém, Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Ugyanaz a szeretet, ugyanaz az irgalom, ugyanaz a jóság. És nekünk egyháznak és lelkipásztoroknak ezt kell közvetíteni. És hát ott van az az ige, amiről Gondnok úr is szólt, hogy a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, eddig ki tudja még mennyi idő van hátra, ez az Úristennél van, és hiszem, hogy végezetül eltétetett nekem, nékünk, és nem csak nekem mondja az ige, hanem mindazoknak az élet koronája, akik ebben a harcban, nemes harcban részt vesznek. Szép gondolatok után, Gondnok úr, igen. Ön hogy tudja mindezt megfogalmazni saját részéről? Én azt tudom mondani, így zárszóként, hogy nagyon nagy hálával tartozok a mindenható Szent Istennek azért, hogy ezekre a szolgálatokra engem elhívott. És a jutalmam az, hogy tehettem ezt a szolgálatot, a gyülekezet, az intézmények, vagy mondhatom azt, hogy akár a város érdekében is. Ezeket a szolgálatokat végezhettem mindig tudásom legjavát hozzáadva ehhez a dologhoz, de befejezni is csak azzal tudom befejezni, hogy én óriási hálát érzek a mindenható Isten iránt azért, hogy én ezekben a szolgálatokban részt vehettem. Ugye két kedves szolgálatomat hagy említsem, az egyik ugye szívügyem volt a harmadik harangnak a kérdése, ami ugye felkerült a toronyba. Mindegyik áldás volt, de most a két legutolsót említem, ami ugye a reformáció évében valósult meg, mint mondtam, az egyik a harangkérdés, a másik pedig az a csodálatos szép festett kazettás mennyezet, ami felkerült a gimnázium dísztermébe. Most a többiről nem is kívánnék szót ejteni, és hát ha befejezve annyit mondanék, hogy áldott karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves gyülekezeti tagunknak, minden kedves ajdonánási lakosnak. Köszönjük szépen, és viszont kívánjuk önöknek is, a gyülekezetnek is. És hát önnek kívánunk nagyon békés, nyugalmas nyugdíjas éveket, hiszen ugye, mint az elején említettem, ön december 31-ével távozik a gondnoki posztról, és majd más veszi a helyét, ugye, tehát új presbitérium majd januárban fog felállni, de hát azt gondolom, hogy ez is ugyanúgy fogja továbbvinni mindezt az áldásos tevékenységet, amit önök a 3 évtized alatt, hiszen azt mondhatjuk, hogy egymást támogatva, segítve tudták mindezt véghez vinni. Nagy tisztelet úr, Gondnok úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Mi is köszönjük szépen.